Kérem kedves vendégeinket, hogy foglalják el a helyeinket, hogy tudjuk folytatni az előadásunkat. És én pedig felkérem tisztelettel Sivaram Szami Maharádzsát a Környezetvédelem spirituális vonatkozásai című előadásának megtartására. Sivaram Szami 1949-ben született Budapesten, majd 1956-ban szülei Kanadába emigráltak, így iskoláit ott végezte. 1973-ban csatlakozott a Krisna Tudat Nemzetközi Szervezetéhez, majd 1979-ben a lemondott szerzetesi Sanyasa rendbe lépett. Jelenleg az ISKCON Nemzetközi Irányító Testületének tagja. Magyarországon, Angliában és Indiában több mint 600 tanítványa él. Több filozófiai és teológiai tárgyú könyve jelent meg magyarul és angol nyelven. A magyarországi Krisna tudatú hívők közösségét 1987 óta vezeti. A közösség bejegyzett egyház Magyarországon, két nagyobb templommal, vidéki központokkal, saját főiskolával, valamint egy kulturális központtal és biofarmal Somogyvámoson. 2009-ben Sivaram Szvámit a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével tüntették ki karitatív, humanitárius és értékteremtő munkájáért. Köszönöm, ez nem túl hangos. A környezetvédelem. Röviden, hogy a gyökre ennek a környezetnek a védelem, fogjuk próbálni magyarázni, hogy végre ez mi vagyunk, és nem is, hogy csak mi vagyunk, hanem, hogy az a életstílus, amit mi fogunk választani, amire szükséges, hogyha meg fogjuk védni a környezetet, nekünk komolyan kell változni. Sok dolog, de fogok egy dolgot hangsúlyozni, az, hogy az a nagyon mély mohóság, amiről már korábban is hallottunk, előadók, ezt nem, hogy csökkenteni, meg kell nekünk szüntetni. Másképp nem tudjuk megvédni a környezetet. A környezetvédelem, hát ez egy igazi téma, amit nagyon rendszeresen beszélünk róla, hallunk róla, mindig, amikor ilyen statisztikákat látok, és előadást, mint a korábbi előadók adtok, akkor döbbentő, hogy mi történik a világgal, mert én csak ezt a kis részét látom a világnak, és nincs mindazok a statisztika, és én nem is fogom a statisztikát, de tudjuk, hogy a levegő, hát a levegő már nem levegő, de úgy hívjuk, én most jöttem Delhiből, Új Delhiből, és Indiába voltam, és ott igazából nem volt levegő, ott van mindegy ködbe élni. Vízszennyezés, vannak hihetetlenül, hát már ország méretű szemét szigetek, ami olyan nagy mondjuk, mint Magyarország. És ez a, hát persze ez nem csak a tenger, de a víz, amit mi iszünk, az is nem pont víz. Hulladék mindenhol van, és hogy egy amerikai képes 600-szor a saját súlyát hulladékot teremteni évente, a magyarok lehet, hogy nem 600, hanem csak 100, de még mindig sok hulladék. És a globális felmelegedés, itt van a szegény medve. Aztán annyiféle más van, amiben nem fogok annyira részletesen bemenni, de tény az, hogy többé-kevésbé kezdünk felébredni avval, hogy szükséges, hogy valamit csináljunk. Próbáljunk valamit csinálni. És nem tökéletes ez a gép, azért ide-oda fognak menni egy kicsit a képek. De feljön ez a kérdés, hogy amikor beszélünk arról, hogy kell valamit csinálni, túl keveset csinálunk, túl későn. Most lesz a 21. kongresszus Párizsba,
ahol világvezetők együtt összejönnek, és ők fogják tárgyalni, hogy tudjuk védni a természetet, globális felmelegedés. Hát az eddig 20-nak az eredménye, arról mekkorábban hallottunk. Szóval sok nem történt. És a kérdés, hogy miért nem? Ők tudnának sok dolgot csinálni, mondjuk lehetne egy olyan törvény Budapesten, hogy mindegyik kocsiba 4 ember kell, hogy legyen. Nem lehet, hogy mindenki a saját kocsiját egy ember vezet be. Hát ilyen polgármester sokáig nem maradna a helyébe. De még mindig látjuk, hogy pusztul a világ. És van ez a verseny, ez az egyensúly, hogy mi az, ami történik a környezettel, és a mi életmódunk. Miért nem akarunk? Mi az, ami akadályozza azt, hogy a világvezetők csináljanak olyanféle komoly lépéseket, ami tudná megmenteni a környezetet? Hát egyik ok az mi vagyunk. Mi vagyunk a szavazók. Mert én nem akarok várni a sarkon arra, hogy jön a barátom, hogy beszálljak az ő kocsijával, még 2 emberrel. Én akarom a saját kocsimat, főleg, hogyha fizettem, nem tudom, 30 millió forintot egy BMW-ra, akkor miért ne tudjam bevezetni. Nekünk van. Ugyanakkor az ipar. Ugye az ipar megteremt mindenféle tárgyakat, hogy milyen fontosak ezek a tárgyak, dolgok, amiről mindig kell nekünk több, és jobb, és szebb. Ők nem akarják, hogy legyenek korlátozva. Szóval akkor miért, még ha nem törődünk, úgy viselkedünk itt, hogy akár nem érdekel minket ez a dolog, vagy még hogyha törődünk mindevel a katasztrófával, akkor keressünk egy olyanféle megoldást, amire most egy kicsit el fogok térni, amit úgy hívjunk, mint ez a fenntartható gyarapodás. Megnyomom. Létezik ez a dolog. Itt van ennek a meghatározása. Röviden, fenntartható gyarapodás, az próbálja ezt a stresszt, környezetvédelem és életmód között feldolgozni, hogy fejlődjünk úgy, hogy fenntartható, hogy megvédjük a környezetet. És ez nagyon jól hangzik, ez egy nagyon szép, kis, helyes kifejezés, csak a probléma az, hogy ez nem létezik, ilyen dolog nincs. Ez egy zsákút, vagy egy nagyon-nagyon mély kút, végtelen kút, mert a dolog az, hogyha fejlődünk, és meddig fejlődünk, hát hogyha mondjuk fejlődünk New York, korábban láttam, hogy mindenki úgy éljen, mint a New York-i lakók, akkor szükséges lenne nekünk 6 földre, 6 világra. Hát nekünk nincs 6 földünk, csak egy van. Vannak azok, akik 4, azok, akik 5, azok, akik 6. De ez a fenntartható gyarapodás arra a szintre, hogy mindenki úgy élne, mint ahogy legjobban élnek emberek a világon, erre lenne szükség. De egy van. És azért, mert egy van, akkor nekünk el kell fogadni, hogy ez nem annyira egy jó ötlet. Nem is, hogy nem annyira egy jó ötlet, de már korábban professzor úr is említett arról, hogy a jeleni helyzetünk se fenntartható, ahogy most élünk. Miért? Mert mi most úgy élünk, hogy mi fogyasztjuk az erőforrását 1,5 földnek. De még mindig csak egy van. Mi szaporodunk, bolygók nem szaporodnak. Szóval csak egy marad. És szóval ez mit jelent? Ez igazából ezt jelenti, hogy
amennyi erőforrás mi kiveszünk a Földből egy év alatt, 1,5 évig tartana feltöltődni. És persze ez nem egy fenntartható módszer. Szóval ez a fenntartható gyaporodás, ez egy mítosz. Nem létezik. Nem is, hogy nem létezik a gyaporodás, de még a jeleni helyzetünk se fenntartható. És nézzünk egy kicsit ebbe a témába. Mit jelent az, hogy mi most úgy élünk, hogy nekünk szükséges lenne még egy fél bolygó? Ami még mindig nem egy jó terv, mert ez azt jelenteni, hogy 100%-ot veszünk ki a Földbe. Ez olyan, mintha valakinek van egy kocsija, és az én kocsim tud menni 200 kilométerrel, az azt jelenti, hogy mindig 200 kilométerrel vezetem. Sokáig nem marad kocsi. Szóval még nem is csak arról van szó, hogy lépjünk vissza arra, hogy csak annyit fogyasztunk, mint ami egy bolygó tud adni teljes mértékben, még annál sokkal kevesebb. Régen túlmentünk a határon. És az életstílusunk az most olyan, most itt Magyarországon, Amerikában, Bangladesben, Afrikába, Ausztráliába egyesítjük ezt az életmódot, amiben nagyon nagy különbség van, hogy 80 embernek a vagyona van 4 milliárd embernek, ha valamikor ez a 4 milliárd ember fellázadna, 80 embernek komoly probléma lenne, de nem fenntartható a jeleni életmód. És akkor, hogyha ezt őszintén kezeljük, ezt a helyzetet, akkor mit kellene nekünk csinálni? Megkérdezzük magunknak, én igazából akarom megvédni a környezetet? Hogyha igen, akkor csökkentjük 1/3-dal az életmódunkat. Ez egy működő képes dolog. Mindjárt megkérdezem, hogy ki szeretné felrakni erre a kezét, de ez egy igazi tény, hogy ha akarjuk a környezetet megvédni, akkor szükséges, hogy mi másképp élünk. Mi itt, ami jelenti, hogy én is. Lehet, hogy nem kellett volna nekem elmenni Indiába. Ami azért, mert gyűlésre mentem el, egy nagyon jó ötlet lett volna, és sokkal kevesebb energiát használtam volna, és lehet, hogy csak telefonon, vagy én még inkább levéllel is meg lehetett volna ezeket a dolgokat csinálni. Szóval ki hajlandó arra, hogy lecsönkedjük, most jön a kérdés, 1/3-dal életstílus. Kevesebb fizetés, kevesebb fogyasztás, kevesebb utazás. Valaki? Hú, de rakjuk neveket rögtön, nagyon ható, itt legalább 50% volt. Ez nem volt jó, mert nem erre terveztem az előadásra. De ez egy nagyon kiváló közönség itt, szóval úgy várható volt, hogy hasonlóan válaszoltak volna. De a ténye, hogy általában nem. És miért nem akarjuk? Hát nem akarjuk feladni az életmódunkat, és általában nem fogják emberek feladni az életmódukat, megvédni a környezetet, még ha annak ellenére, hogy nem fenntartható. Szóval amikor arról van szó, hogy most mi túléljük ezt a világot, nem hogy túléljük, hanem túl sokat veszünk a világból, fognak, történnek dolgok, és lehet, hogy csak akkor fogjuk meghinni, amikor valami igazi katasztrófa történik, vagy a komoly katasztrófák történnek. És annak ellenére, hogy a következő generációknak hagyunk egy teljesen más világot.
én most már majdnem 70 éves vagyok, nagyon nagy különbséget, nagyon nagy változást láttam a világban. Szüleim kimentek Kanadába, amikor én voltam, ugye 1960-70 évesben Kanadába, az egy teljesen másik világ, mint ahol most mentem nem régen, megint látogatásba. Elveszik az a gyönyörű vad dzsungelok, amiben értünk. És annak ellenére, hogy ennek nagyon komoly konsekvenciái vannak, politikai, infrastruktúra, gazdagsági, stb. És mi ez a kapcsolat? Miért olyan fontos nekünk életmód? Mert életmód jelenti boldogság. Mindenki boldog akar lenni. Ez nem egy vita téma. De a vita téma az, hogy vagyunk-e igazából boldog. Mert a boldogságindex, vagy a statisztika valamit más mutat. Inkább azt mutatja, hogy kevesebben vagyunk boldog. Egymás után jönnek a másféle problémák, nincs elég hely itt, hogy én megmutassam mindazokat, és ti is tudjátok. Vagy híradót nézitek, jó hír nincs. Itt csak úgy az van, hogy hogy szenvedünk, mik azok a rossz dolgok, és stb., ami történik a világon. De miért folytatjuk? Miért folytatjuk ezt az életet, ami nem fenntartható, ami igazából nem hoz annyi boldogságot, ami jelenti, hogy sokkal többet kell nekünk dolgozni, mint ahogy dolgoztak emberek több száz éve általánosan, és a válasz, mert nincs más alternatív, nem tudunk jobbat. Nem tudunk jobbat, mert egy, hogy nem volt oktatva, nekünk valami más alternatíva, és a másik, hogy mi ebbe voltunk agybamosva. Mi ebbe voltunk agybamosva, hogy ez a materialisztikus világ, mert ez materializmus, amiről van szó, az, hogy elérünk valami eredményt, hogy siker, az jelenti, hogy mennyi pénz van a bankban, milyen nagy a ház, mit értünk el, nem baj, hogy milyen áron. Erre nincsen alternatív, erről szól a világ. Ez kezdett már az óvoda előtt, ez van a televízióban, ez van az iskolában, erre vagyunk kényszerítve egy materialisztikus életmódra, és nem tudunk mást. De vannak más dolgok. Mert vannak dolgok, amit mi nem tudunk. Vagyis legalább, ami nincs nekünk tanítva. És nagyon alapvető dolgok. Nem tudjuk, hogy miért vagyunk itt. Nem kezdődött avval az általános iskola gyerekek, nektek meg kell érteni, hogy miről szól az élet. Miért vagytok itt a világban. Hanem minden másik dologgal elkezdődött, hát ugye Kanadában úgy volt, hogy Humpty Dumpty-val kezdődött el, Bugs Bunny, Mickey Mouse. Gondold meg, ez milyenféle, mi azt hiszük, ez nagyon helyes dolog, de ez milyen mérgezés. Én megmérgezem kisgyereknek a tudatát ilyenféle illuzórikus dologgal, de egyáltalán az egész életén át sosem nem mondom meg, hogy életnek van egy célja. És a célja nem, hogy meghalni, az már úgyis történik önmagától. Úgyis meg fogunk halni. Szóval, mik azok a dolgok, amit nem tudunk? És itt jönnek nagyon alapvető dolgok. Nem tudjuk, hogy ki vagyunk. Környezetről beszélünk, szakmáról beszélünk, politikáról beszélünk. Próbáljuk megmérni, hogy mi a siker, de hogy ki vagyok én? Hol van a kurzus, iskolába, egyetembe, ami magyarázza, hogy ki vagyunk. És hogy ez a ki, ez nem ez a test. Mert a környezetvédelem és a testi azonosság, ezek össze vannak házasodva. Mert az, hogy fogyasztunk, hogy próbálunk boldog lenni, ez mind kapcsolódik ebből az azonossággal, hogy te ez a test vagy. És hogyha ez a test szép,
vagy gyors, vagy okos, akkor sikeres vagy, de igazából ez nem az, aki mi vagyunk, hanem mi vagyunk lélek. Mert ez a test, ez egy gép. És az, ami ad tudatot ebbe a testbe, az, ami mozdítja a testet, az nem egy anyagi dolog, az egy transzcendens dolog. Erről még nincs is lehetőség vitázni. Lehet, hogyha véletlenül mész filozófiát tanulsz, akkor fogod tanulni azt egyféle ilyen sterilizált módszeren, de mindegyféle alternatív, hogy lehet, hogy a Darwinnak a evolúció elképzelésére, álomjára van egy alternatív. Ez már csak a fundamentalizmusnak van hívva, ez csak már a vallási fanatikusok mondanak ilyenféle dolgokat, hogy ennek a elméletnek lenne valamiféle más válasza. De sok más dolgot is nem is tudunk, de vannak más dolgok, amik kellene nekünk ismerni arra, hogy tudjuk, és mostan csak a környezetvédelemről van szó, megvédni. És mik az a dolgok? Hát, hogy nem egy robbanásból jött ez a bolygó. Annyi robbanás van mostanában. Jöttek bolygók belőle? Jött egy szúnyog belőle? És ezt elhiszitek? Hogy egy robbanásból jön egy bolygó, jön a természet, jön mindaz a szép dolog, amit elpusztítunk. Nem, ez egy tervező. Valaki tervezte, és akkor ebből a bolygóval és velünk is van egy terv. És Isten adta ezt a bolygót nem arra, hogy mi csak kihasználjuk úgy, ahogy akarjunk, hanem adta, hogy megértsük, hogy ki vagyunk, az önmegvalósulásra. Ezért van itt ez a világ, és adott nekünk egy kvótát. Upanishadokban ez úgy van mondja, hogy isa vacsam idam sarva. Ez kvóta, ez egy kicsit úgy hangzik. Azt jelenti, hogy Isten adta nekünk az, amire nekünk szükség van. Hogy meg tudjunk élni avval, ami szükség van, és nem, hogy avval, ami kell. És na most ez a kettő dolog, ami, hogyha meg fogjuk védeni a környezetet, ez fogja megvédeni. Hogy el tudjuk fogadni, hogy amire nekünk szükség van, az sokkal kevesebb, mint 30%. Vannak kezek a 100%-ra, mert itt Magyarországon sok ezer évig éltek emberek, akiknek sokkal kevesebb, mint 50-80-100%-a van, mint nekünk, és sokkal boldogabban és harmóniában éltek, mint mi. De amikor ezek a dolgok nincsenek, akkor azt hiszük, hogy ez a mi földünk. Mi csinálhatunk vele, amit akarunk? Ki mondta? Ki mondta? Ez olyan, mintha bejövök valakinek az otthonába, és elkezdem széjjel tépni és használni, mintha ez az enyém. Bejöttünk, meg fogunk halni, kimegyünk. Most miért gondoljuk, hogy csak azért, mert mi vagyunk a legokosabb, nem is a legerősebb, csak a legokosabb, és sajnos mi olyan okos vagyunk, hogy még hülyét csinálunk magunkból. Mi vagyunk a legokosabb, de akkor minden a miénk. És ugye tévesen azonosítjuk magunkat, nem is tudjuk, hogy ki vagyunk. Olyan okos vagyok, hogy én azt hiszem, hogy férfi vagyok, vagy magyar vagyok, vagy szép, vagy csúnya, de nem is tudom a különbség az élet és a halál között. Mi az, ami mozdítja ezt a testet? Ki az, aki most beszél? Ez csak ez a test, aki beszél, vagy ebbe a testbe van egy élőlény, aki beszél? És akkor mi veszünk ebből a földből, amit akarunk, mert ez a miénk. De nem a miénk. Szóval ezeket a hibákat csináljuk, és akkor végre a probléma, hát ez most már nem egy titok, hogy mi a fő probléma. Környezetvédelemnek mi vagyunk a fő probléma, és az az életmód, amit mi választunk. És hogyha akarunk megoldani ezt a problémát, akkor magunkon fog kelleni
változni. És ez választottam ki, mint egyik fő probléma. Krisna mondja, Káma és a Króda és a Rágyaguna Samud Babaha. Ez a mohóság. Semmi nem elég. Vannak ilyen dolgok, van dallam, van film, a világ nem elég. Szóval nem elég a világ. És nem baj, hogy mennyi van. Szentírásban is van ilyen kifejezés. Egy ember, aki nem tudja, mit jelent önelégedett lenni, lelki azonosságban, ő neki még az egész univerzum se elég. Szóval mohóság a probléma, mi a megoldása ennek a mohóságnak? Hát, mint más dolgoknak, oktatás. Kell nekünk tudni ezeket a dolgokat, amit korábban említettem. Egy szisztematikus oktatás. Szóval oktattuk másokat a környezetvédelemre, de nekünk kell oktatni a gyerekünket, magunkat arról, hogy mi ki vagyunk. Hogy itt vagyunk ebbe a világba, és hogy a boldogság, ez bennünk van. Nem kívül fogjuk találni, hanem ez már bennünk van, és se nem kell erre kocsi, vagy számítógép, vagy mobil, vagy másik dolgok, hanem inkább kell tudni megtalálni a bennünk lét örök boldogságot. És semmi sem a miénk ebbe a világba, hanem nekünk kell tudni elfogadni, használni az, ami szükség. Szóval, hogyha e szerint élünk, akkor egy fenntartható világ. De csak azt kell nekünk elfogadni, az, ami szüksége van. És felmérni, visszamenni arra a szintre, erre kell ez a tudás, oktatás, hogy emberek megértsék, hogy hát igen, ez nem egy megfelelő út, ez a mohóságot követni, ez olyan, mint egy rabszolga lenni. És fel kell adni a mohóságot. Ami egy könnyű dolog, amit mondani, de mohóság nem egy olyan dolog, amit csak úgy kifogunk tépni a szívünkből. Hogy veszek ki egy ilyenféle rossz szokás? Hogy tisztítom a szívemet? Tisztítani, szóval nem fogom valami vegyszerrel, nem lehet egy fogkefével, nem lehet kiöblíteni, ez ott van. És akkor ez a hatalma, a transzendentális hangvibráció, vagy Istennek a szent neve, hogy az szanszkritul úgy van kifejezve Chaito Darpana Marjanam, hogy az tisztítja a szívet. Szóval, hogyha a mi világunk, a mi oktatásrendszerünk, a családi életünk nem adja azt a féle oktatást, hogy mi megértjük, hogy ez a mohó életmód, ez csak egy zsákút, és ez el fog pusztítani a világot, és mert mi vagyunk a világban, hát persze vannak ezek az ötletek, hogy majd csak akkor elmegyünk a Holdra, ugye, amikor már elpusztítjuk ezt, és akkor ott kezdjük el a pusztítást, persze már el is kezdték. Szükséges, hogy vagyunk oktatva, szükséges, hogy megértjük ezt a dolgot, de ugyanakkor szükséges, hogy tisztítjuk ezt a tulajdonságot a szívünkből, ami sajnos be volt ültetve, amióta nagyon kicsi vagyunk, mint kisgyerekek, hogy neked ugyanaz a játék, neked ugyanaz a ruha, ugyanaz a futócipő, stb. És ez most folytatódik a kocsival, a házzal, a repülővel, a nyaralással és minden mással. Tisztítani a mohóságot. Hogy később is fogjuk majd énekelni. Ez a Hare Krishna mantra, ez egy transzendentális hangvibráció, egy tisztító lelki gyakorlat, ami tisztítja ezt a mohóságot. Vannak más mantrák, van más vallás, ami tisztít a szívet. Itt most ugye mi mutatjuk be ezt a mantrázást, de valahogy ezt el kell érni, mert hogyha ezt nem csináljuk, akkor
lesz a 21., a 25., lehet, hogy már a 31-ben nem lesz, mert nem lesz hol tartani, vagy már nem lesz, hogy ki tartja a 31. konferenciát a globál felmelegedésre. Szükséges, hogy csinálunk valamit. És kivel kell kezdeni? Hát nekünk kell kezdeni önmagunkkal. Most van a világ ezen a szobán termen kívül, és hogy ők mit fognak csinálni, az egy dolog, de hogy mit fogunk csinálni? Hogy mi hogy fogjuk tisztítani a mi szívünket, mi hogy tudjuk változni a mi életünkön, és képezni másokat, adni másoknak is azt a lehetőséget, hogy ők is lássanak egy másik életképet, egy másik életmód. Nem egy életmód, ami ezen a testen épül fel, hanem egy életmód, ami az ön megvalósulásról épül fel, ami fontos, hogy milyen minőségű ember vagy, nem hogy mit értél el ebbe a világba. Szóval végre ez a választás a miénk. Itt meg is fogok állni, és köszönöm nagyon szépen mindenkinek a figyelmét. És Hare Krishna!